Hare Krishna! Ma válaszolok a következő kérdésre. A karmáról lesz szó, az a kérdés, hogy hogyan lehet felismerni másoknak milyen karmája van, és mi alapján lehet megismerni, vagy milyen jellemzők vannak a karmára. Elsősorban egy pár szót mondanék, amit beszél Bhagavad Gita karmáról. Bhagavad Gita mondja, hogy a karmának a szövevényei nagyon bonyolultak, és ezért meg a bölcsek se tudnak nagyon jó tájékozni benne. De azt mondja, hogy létezik háromféle karma. Van karma, vikarma és akarma. Karma az azt jelenti, hogy ember végzi valamilyen cselekvést, ami törvény szerint történik, és ez fog adni neki pozitív eredményeket, pozitív karmát, pozitív gyümölcsöt. Vikarma, ez a bűnös tettek, amelyik ugye az Isten törvény ellen van, és ami fog a szenvedést okozni, szenvedés visszahatásokat. És akarma, efféle cselekvés, az a cselekvés, amelyik által ember nem teremti karmát magának, sőt, lehet, hogy tisztul minden karmától. És a karma tudománynak a művész az az ember, aki akarmat végez. Nem karmát, nem vikarmat, hanem akarmat. Hanem a tettei, amit ő csinál, nem okoznak semmi visszahatást. És akkor hogy lehet megismerni, vagy milyen jellemzők alapján felismerünk, kinek milyen a karmája? Általában a karmának van következő eredményei. Gazdagság, egészség, szépség, akkor lehet, hogy okos valaki. Hogyha valakit látjunk, hogy szép ember, okos, egészséges és gazdag, akkor ez jó karma. De általában emberek vegyes karmát végeznek, és ezért vegyes visszahatások is kapnak. Valaki ugye szép, okos, de szegény. Ugye szép, okos, jó karmának az eredménye, szegény, rossz karmának az eredménye. Akkor az az ember, aki mindig negatív és nagyon mondjuk irigy másokra, ez rossz karmának a jellemzője. Azok emberek, akik nagyon ragyognak, jó kedvűek, azoknak a jó karmának a eredménye van. A múlt életnek, a jó cselekvésnek az eredménye. De ugyanakkor nem kell erről pont nekünk ítélni az embereket, mert bárki tudja végezni a karmát. És az, hogy én most itt vagyok, és jelen időben vagyok, ez már eredmény. Ez már nem tudok változtatni, ez már múlt életnek. Vagy rossz, vagy jó karmám. De tanuljak meg végezni a karmát, hogy minden tisztítson. Ugye egyik féle cselekvés, ez a bhakti yoga. Ugye a bhakti yoga, ez a karma. Minden lépést, amit ember tesz az életében, hogyha ez Isten örömére teszi, ahogy ezt hallotta autoritív a személyektől, akkor ez a karma, az már nem lesz karmikus eredmény. Sőt, még a múlt rossz karmának a okoktól is tisztul. Az ember fog megtisztulni minden karmától, hogyha végzi bhakti jogát. Én ezt javasolok mindenkinek, hogyha erről lesz kérdések, akkor lehet kérdezni, mi a bhakti joga és hogy működik, miért, ez megszabadítja a karmától. Köszönöm szépen, szép estét kívánok! Harik.